Az alapja az előadásnak az egy idén megjelent könyv. Hans Bertingnek, a híres német művészettörténésznek megjelent egy kötete, az a címe, hogy Faces, tehát angolul az arcok. És Hans Belting 10 éves munkával megírta az arc történetét. Egy egészen furcsa műfajú könyv sikeredett belőle. Kultúrtörténet és emellett képtörténet is. Ez egy nagyon komplex könyv, amiben a Belting rögtön az elején mentegetőzik is, hogy ez az a téma, ami minden keretet áttör és mindent átszakít, és akármerről közelítünk, mindenképpen kicsúszik a kezeink közül, mert hogy nincsen lineáris története az arcnak, egy természettörténetet meg lehetne írni, de hát ez nem az ő asztala. Úgyhogy ő különböző nézőpontokból vizsgálja az arc történetét, illetve az arc történeteit. Középpontban ennek a történet sornak, vagy történet füzérnek a középpontjában a portré áll, amit hát az ő szakterülete is elsősorban ez, a festészet és ezen belül a portréfestészet is. Régóta foglalkozik ezzel, és mellékesen itt-ott a fotográfiáról is szó, tehát nem annyira nagyon mellékesen, van egy pár vonulat ennek a könyvnek, ahol erőteljesen a fotográfiára támaszkodik, és fotótörténetet is ír. Én ezekbe a részekbe szeretnék kapaszkodni a Belting könyvéből, kicsit megvilágítva az ő gondolatmenetét, illetve ahhoz kapcsolódva azokat megpróbálom egy kicsit tovább gondolni, amiket ő leírt. Tehát ez egy nagyon-nagyon nyitott könyv, abban az értelemben, hogy bármit hozzá lehet rendelni. Bármilyen gondolatot. Tényleg egy végtelen téma, és Belting, amikor kijelöli ennek az arctörténetnek a mai kereteit, akkor elsősorban a médiumok hatalmáról és az új médiakorszakról beszél vagy ír. Ennek a legfontosabb jellemzői számára a Facebook, maga egyáltalán a digitális technológia, ami uralkodik az életünkön, illetve a megfigyelés is ezek között van. Erre illusztrációként hoztam ezt az első képet, az arc jelenlegi megjelenési formája, amit már meg lehet tenni elég régóta különböző komputeres eszközökkel. Az átlagolás, a különböző arcok átlagolása, ez a világ átlag egyébként, amit a National Geographic közölt, annak idején van közép-európai, van mindenféle nemzetre megcsinálták ezeket az átlagokat, és hát ez egy elég jó kis bűvészkedés, és azt gondolom, hogy emblematikusan jellemzi korunkat. Szóval a másik nagy arc még a Facebook alapító Mark Zuckerberg, aki az év arca is lett, vagy az év személyisége is lett. Tulajdonképpen ezzel a két képpel elég jól lehet jellemezni ezt a dolgot. Most eszembe jutott valami, ami személyes dolog, és egy kicsit úgy megvilágítja, hogy korunk azért mennyire benne gyökerezik a múltban. Amikor tavaly volt egy nagy tüntetés januárban, és én elmentem arra a tüntetésre, az Operaház előtt volt, és akkor utána beszélgettem apámmal, aki akkor már 93 éves volt, és mondtam neki, hogy kim voltam a tüntetésen, mondta, hogy hát oké, vigyázzak magamra legközelebb, és hogy vannak ezek a felismerő rendszerek, és hogy hát ne öltözzek úgy, ahogy a múltkor, valami ilyesmit mondott. Vagy akkor. És akkor mondtam neki, hogy hát apukám, ez a másképp működik, akkor is felismernek, hogyha bármit csinálok. És akkor mondta, hogy jó, igaz, és mondta, hogy hát ő egy orosz tolmács volt korábban, és orosz fordító, és a 60-as évek elején, most visszagondolt rá, fordított egy műszaki leírást, ami arcfelismerő rendszerekről szólt, egy szovjet katonai fejlesztés, amely két kamerának a képét össze tudta hasonlítani, és az arcokat be tudta azonosítani. Hát azt mondta, hogy hát ha akkor tudtak ilyet, akkor valószínűleg most már egy picit jobbak lehetnek az amerikaiak. Szóval, a két alapvető témája van a személyes kitérő után Beltingnek. Az egyik a portré és a maszk,
a másik pedig a portré és a maszk viszonya a tömegmédia korszakában. Azt mondja Belting, hogy szorosan az arc történetéhez tartozik a maszk története, úgyhogy itt ma elsősorban maszkokról lesz szó, egyenesen, illetve átvitt értelemben is. A Belting szerint, illetve sok mindenkit idéz a maszkkal kapcsolatban, a maszk, a legrégebbi maszkok is élet és halál határán helyezkedtek el, és ezt máig megőrizték, ezt a tulajdonságukat. Abból indul ki, hogy az arcnak és a maszknak a viszonya elég paradox. A paradoxia persze, vagy a paradoxon elsősorban abból ered, hogy a maszk egyszerre elrejt és megmutat. Így a halálhoz kapcsolódva azt mondja, hogy a halál után az elevent megmutatja, illetve halott állapotába merevíti. Ez a kiinduló pontja az egész az arccal kapcsolatban is, hogy tulajdonképpen minden kép, ami az arcról készül, kudarcot kell, hogy valljon, mert hogy az eleven életet csak a mimika biztosítja, és az nem jelenhet meg semmiképpen az arcban, hogyha egy képpé van transformálva, aztán később mondja, vagy azt is bebizonyítja, hogy a mozgóképek sem képesek erre, hogy befogják rendesen az eleven életet. A maszk kétféleképpen szólította meg az élőket. Az egyik fajta megszólítás az egy túlzó mimika volt, amennyiben ezek az izgalmat egészen az elborzasztásig menve próbálták kifejezni ezek a maszkok. Olyan maszkokat készítettek elsősorban a rituálé céljából, amelyek túlmentek az arc kifejező képességén. A másik fajta arc, illetve a másik fajta maszk pedig a teljes merev nyugalom, amely hát a színházban megfékezi az eleven közönség nyugtalanságát. Óhatatlanul visszanézünk ezekre a maszkokra, bár tekintetük nincsen. De mindig érezzük ezeknek a maszkoknak az ambivalenciáját. A maszk ambivalenciája ott válik elsősorban láthatóvá, ahol kétféleképpen válhat láthatóvá. Az egyik lehetőség az az, amikor a maszk mögül a maszkot viselő az eleven szemével néz ránk. Ennek ki vagyunk mindig szolgáltatva. A másik pedig, amikor valós az arc, de nem a valós szemével néz ránk. Itt illusztrációként a Jean Cocteau-nak az utolsó filmjét hoztam, az Orpheus végrendeletét 1959-ből, ahol tényleg ez a hátborzongató eszközzel él, és a saját halálát vizionálja, illetve jeleníti meg ezzel Cocteau ezzel a trükkel. Az egész film egyébként a látás, nem látás, láthatóság és a maszkok ellenpontozására épül. Azt mondja Belting, hogy kicsit ugorva itt ebben a logikában, hogy míg más kultúrák nagyon általánosítva maszkkal rendelkeznek, addig az európai civilizáció a portrét találta ki. És azt is mondja, hogy a portré az tulajdonképpen maszk, nem más, mint maszk. Ez a portré, mint maszk akkor jelenik meg a legpontosabban, illetve a leginkább, hogyha véletlenül, vagy valaki szánt szándékkal leleplezi ennek a működési módját. Ő erre példaként egy francia fotóst hozott, Philippe Bazent, aki a 80-as évek elején készítette el ezeket a sorozatait. Idős emberek, nagyon idős embereknek az arcába írt ráncokból, nagyon erős közelképekből építette föl a portré sorozatait, illetve ennek ellenpontozásaként egészen pici gyerekek, csecsemőknek az arcát állította elénk. Azt mondja Belting, hogy ezzel a megjelenés és az eltűnésnek a kettősségét tudta megjeleníteni Bazin is, mert hogy a kép az, ami megőrzi a jelenbéli, a jövőbéli és a múltbéli arcot, és erre a leginkább alkalmasak a jövőbéli, illetve a múltbéli arcnak a megjelenítésére persze az öregek és a csecsemők. A következő alaptézise Beltingnek, hogy az arc és a kép között egy aszimetria van.
mert hogy a kép az nem öregszik, illetve hát itt tesz azért némi kis kitérőt azzal kapcsolatban, hogy azért természetesen öregszenek a képek is, de hogy filozófiai értelemben a képek nem öregszenek, és ellenpéldaként, ami ennek a leleplezésére a legjobban szolgál, az még mindig Dorian Gray-nek a története Oscar Wilde-tól, aki ezt kifordítja, ugye ő a képére testálja az öregedést, és ott az arc öregszik. Ez egy 1943-as filmfeldolgozáshoz készült kép, egy Ivan Albright nevű festőnek a képe, amit ennek egy verzióját föl is használták a 43-as Dorian Gray feldolgozásban. Szóval ez a legújabb filmfeldolgozás, amikor még az ifjú arcképét nézi Dorian Gray. Abból indul még ki Belting, hogy az arc, az emberi arc alapvetően leírhatatlan. Ugye a mimikát, azt a fajta játékosságot, azt a fajta bármiféle mozdulatot vagy időbeliséget, azt a kép vagy a fotográfia nem igazán tudja, nem tudja visszaigazolni. Bár nagyon sokáig bíztak ebben. A 19. században a fotográfia a hasonlóság legbiztosabb garanciájának tűnt, de aztán kiderült elég gyorsan, hogy csak azt az időt konzerválja, amelyben született, és maga a fotó is maszkká változik. Ezért jelentett ebből egy menekülést aztán a mozgókép. Belting itt azt mondja, hogy ez is egy csapda, bár nem akkora csapda, mint a fotográfia csapdája, hiszen mire az élő közvetítésben odaér a kép, addigra már minden megtörtént. Viszont az egy érdekes gondolatmenete, hogy a mozgóképeknek, annak ellenére, hogy azt gondoltuk, hogy ez megőrzésre sokkal alkalmasabb lesz, mint a fotográfia, sokkal nagyobb problémákkal nézünk szembe manapság, mint a mozgóképek megőrzésével kapcsolatban, mint a fotográfiákkal. A 19. század fotósai közül elsőként Nadart emeli ki, aki kapcsolatban Roland Barthnak a megállapításait idézi, illetve azt elemzi. De Barth azt mondja, hogy egy fotó csak akkor képes jelentést felvenni, ha maszkot mutat. És ebben Italo Calvinóra hivatkozik, aki szerint a maszk minden, amit egy arcból egy társadalom terméke és annak története csinál. Azt mondja Belting, hogy Nadar és August Zander példáját elemzi. Azt mondja, hogy a francia polgárság, illetve a németek, mint időbeli és társadalmi maszkok jelennek meg Nadar és August Zander képein, képsorozatain. Ugye itt a Nadarhoz a legalkalmasabb, azt gondolom, hogy ez a Pierrot fotográfia, amelyben ő magát, mint a fotográfust Pierrotnak öltöztetve mutatja be, és így maszkká változtatja. Barth szerint mégis a maszk a fotográfia legnehezebb része, tehát ennek a maszknak a megmutatása, ennek a társadalmi maszknak a megmutatása, mivel a társadalom nem akarja a saját karakterét az igazságnak megfelelően megmutatva látni. És a nyers, maga pusztaságában megmutatott szociális maszk az nyugtalanságot kelt. A kamera viszont csak maszkokat képes előállítani. Olyan saját eleven testünkön tartunk maszkot, amikor képpé merevedünk. És egy mágikus gondolatmenettel ruházzuk fel élettel ezt a maszkot. A test távollétét becseréljük a kép jelenlétére, ami egyből elidegenít bennünket, mert hogy a képek a mulandó életet próbálják megragadni. Egyidős a fotóval, hogy a képet, mint halotti maszkot megpróbáljuk elfojtani.
Ez egy nagyon híres kép, és leggyakrabban visszatérő példája egyébként Beltingnek, egy nagyon érdekes példa, a Life magazin sorsa, története és annak a képsorozatai. A Life magazin 1936-ban találódott ki Amerikában, és onnantól kezdve évtizedeken keresztül heti lapként működött. És a középpontjában, mármint a publikációk középpontjában mindig az emberi arc állt, és ez volt az egyik leghíresebb kép, ami valaha a címlapra került. 1969-ben úgy döntöttek, hogy egy számot annak szentelnek, hogy bemutatják azokat a Vietnámban elesett amerikai, az azon a héten Amerikában, a Vietnámban elesett amerikai katonákat. Mindenkiről szereztek fotót, és mindenkit bemutattak, és az egyik fiúnak a nagyon közeli képét rakták a címlapra, tehát egy halott embernek a címlaplát, és az egész magazin tele volt halott emberekkel. Óriási hatása volt ennek a számnak 69-ben, és megerősítette a háború befejezésére irányuló igényt. Egyébként nagyon érdekes az is, hogy hogyan áll le a heti publikációval. Tulajdonképpen kapitulál a Life magazin az arcok túltermelése előtt, mert 1972-ben úgy látják, hogy a televízióval már nem lehet fölvenni a versenyt, és akkortól kezdve beszüntetik egy időre, aztán havilapként működtetik, össze-vissza próbálkoznak ezzel. Néhány éve pedig megpróbálták az archívumot átmenteni az internetre, és ott oda át nyergelni, nem feltétlenül teljes sikerrel. Beltin következő tézise a fotográfiai portré, mint maszk témájában, hogy a fotográfia egyszerre bizonyíték és akadály. Bizonyíték, mert igazolja, hogy egy arc létezett, illetve megmutatja, hogy az a kamera előtt mutatkozott, illetve akadály, mert mindig csak egyetlen arcot mutat, ami a következő pillanatban megváltozik. Ezt a 19. században még sokan nem akarták így látni. Például Disdéri, az egyik leghíresebb portréfotós, az igazi teljességére hivatkozott a fotónak. Azt ajánlja mindig az általa lefotózottaknak, hogy mindig ideális formát vegyenek föl lehetőség szerint, és így aztán teljes kép maradhat róluk, és egy ideális képet tud majd rögzíteni róluk. Ez aztán a 20. század elejétől kezdve ez a fajta illúzió a fotóval szemben, ez teljesen megszűnik. Aki ezt ki is mondja, hogy nem is lehet már e fajta portrékat készíteni, és ilyenfajta teljességre törekedni, az Rodchenko, aki szerint a szintetikus portré az nem létezik, mert a pillanatfelvétel az, ami igazából meg tudja ragadni azt a rohanó világot és az életet. És ő az, aki feladja ebből kifolyólag a frontális nézetet. Még ketten vannak, akik ezt a nézetet képviselik, illetve a fotónak, a szintetikus portrénak a halálát elismerik, Walter Benjamin és Sergei Eisenstein. Mind a ketten azt mondják, hogy a portréfotónak, illetve a fotográfiának az új társadalom kollektív arcát kellene megragadnia. A névteleneknek az arcát, és hogy ez már nem is portré, hanem valami másnak lehet ezt tekinteni. Itt azért még van egy portré Eisensteinről. August Zander 1929-ben publikálja a Idő tekintete, vagy a Kor tekintete című munkáját, Antlitz der Zeit című munkáját, amelyben ugye köztudottan társadalmi típusokat jelenít meg, foglalkozásokat egymás mellett. Itt most két művészt hoztam, itt az építész és felesége, illetve a festő. Nek a portréját hoztam el. Ugye a buktatója a dolognak még mindig a maszk lenne, hogy itt is ő is csak maszkokat tud
valójában társadalmi szerepeket és ezeket a felvett pozíciókat tudja csak rögzíteni. De itt azzal magyarázható a dolog, és Belting itt felmenti ebből kapcsolatban Zandert, hogy a maszk jellege ezeknek a képeknek egyáltalán nem zavaró, hiszen az osztályok úgyis kollektív maszkokként tételeződnek. Társadalmi személyekről van szó, ahogy ezt Marcel Mauss egy 1938-as szövegében kifejtette. Tehát, hogy az énnel szemben maga a társadalmi szerep az, ami megjelenik ezekben a maszkokban, és ezt lehet valójában a portrén rögzíteni. Ebben az időben Németországban nagyon sokféle törekvés indul el arra, hogy mégiscsak rögzítsék valahogy az ideális arcot. Ez egy nagyon-nagyon furcsa korszak, a 30-as évek eleje, egy elég zűrzavaros és sokféle ideológiával terhel dolog, tehát azok a fotósok, akik 31-ben mondjuk még ugyanazt a könyvet kiadják, azok pár évvel később egy könyvet kiadnak mondjuk a német nép arcáról, itt Lendvai Dirksenről van szó, szóval az ő könyve megjelenik 1931-ben a német nép arcáról, azt néhány évvel később már csak a germán nép arcaként lehet kiadni. Tehát amikor ő ezt megteszi, 42-ben újra kiadják a könyvet, akkor már a propaganda szolgálatába állítják. Egy nagyon tragikus története van ekkor a maszk kifejezésnek is Németországban a 30-as évek elején, főleg 33-tól kezdve. Ugyanis a nácik szóhasználatában a maszkos ember az egyértelműen azonosítható volt a zsidóval. És a Völkischer Beobachter és más újságok, meg Alfred Rosenberg és társai arra buzdították a fotósokat is, meg a művészeket is, hogy rántsák le a maszkot, végre maszktalanul mutassák be a zsidókat. Minden más portré jellegű portré fotográfiát pedig a saját szolgálatukba állítottak. A közmunkák tanácsa, vagy hogy is hívták ezt, a TOT féle munkabrigád, amely a közmunkákat szervezte Németországban, és az autópályákat építette. TOT volt az, aki a Lendvai Dirksen asszonyt megbízta azzal, hogy az autópályák építőiről készítsen egy ugyanolyan kötetet, mint amit a német nép arcáról készített, és ezt meg is csinálta. Egy nagyon érdekes kötet jött létre. Az volt a címe, hogy a Die Reichsautobahn, azaz a birodalmi autópálya, és 1937-es, ha jól emlékszem a könyv. Ebben minden helyre elment, ahol autópályát építenek, és annak a környéknek valamilyen jellegzetes viseletébe öltözött embert, vagy jellegzetes karakteres arcát próbálta meg megjeleníteni az ott lévő építkezésekkel együtt. Tehát bemutatva a német autópályák építését, és elsősorban az árjafajnak már a diadalát. Ugyanezzel párhuzamosan pont másik oldalon megjelenik szintén egy könyv Helmar Lerszkinek, ez szintén 1931-es, mint a német nép arca, megjelenik egy könyve, az a címe, hogy a hétköznapok fejei vagy arcai. Helmar Lerszki Belting arra használja föl, hogy illusztrálja vele, hogy hogyan kezdtek el menekülni ebben az időben az emberek a portrétól, illetve a fotósok a portrétól. Tehát attól a fajta frontális, korábban szintetikusnak tekintett portrétól, elsősorban abból kifolyólag, hogy a filmásznon megjelenő közelkép olyan konkurenciát teremtett, amelyel nem tudtak mit kezdeni, ennek következtében a fotósok több irányba kezdtek el menekülni a portréval kapcsolatban. Lerszkit említi egyik példaként, aki kiadja ezt a könyvet, majd utána még egy ennél sokkal érdekesebb kísérletbe vág, de ez már jóval későbbi, amikor kitelepül Palesztinába, még épp időben, 32-ben megy ki.
mert ő egy zsidó származású művész volt. Szóval, hogy ott folytat egy még ennél is érdekesebb kísérletet, a metamorfózis a fényen keresztül. 140 képet készít egy emberről, egy fiatal emberről, és a fény változásait vizsgálja. Tulajdonképpen nem portrét készít, hanem szoborként tekint erre a figurára. Nagyon érdekes egyébként, hogy az előszót itt a Krasna Kraus Andor írta, aki ekkoriban ez egy furcsa egybeesés, volt egy nagyon érdekes amerikai magazin, az volt a címe, egy filmmagazin, az volt a címe, hogy Close Up. És a Close Up magazinba nagyon sok európai tudósító írt, és a filmnek a legfontosabb, az akkori filmnek a legfontosabb elméleti írásai ott jelentek meg. Ennek volt az egyik európai tudósítója, Krasna Kraus Andor, illetve a másik oldalon a Gertrude Stein, akiről majd még lesz szó később. Itt van egy kicsit közelebbi kép. De hogy mindennek, csak azért mondom érdekességként, mert hogy mindennek tényleg a close-up, a közelkép a kiváltója ennek a menekülésnek, ezeknek a más útvonalaknak. A következő menekülési útvonal, amit Belting lát, az a sorozatkép. Joseph Albersnek a sorozatát hozza példaként, illetve két sorozatát is. Ez Marley Heimanról készült képsorozat, amit szintén a 30-as években egy óra alatt vett föl, és az arcának a változásait próbálta megmutatni. Ugyanezt megcsinálta Paul Klee-vel is, aki egy szivar elszívása közben fotózott le, tehát a szivar elszívásának összes stádiumát rögzítette. És így a sorozatképben próbálták meg ezeket a pillanatokat belerögzíteni. Még egy példát hoz, ez már a maszkhoz sokkal közelebb áll, Werner Rodénak az Önportré válsága címszó alatt szentel egy kis rövid bekezdést. Werner Rode más szürrealista indítatású fotósokhoz hasonlóan nagyon sokat játszott maszkokkal, és a saját képét is egy ilyen maszkszerűen mutattam el. Az igazán emblematikus kép azonban az ez a fotográfia, amit Man Ray készített 1922-ben. Azért érdekes, akit ábrázol, az Gertrude Stein. Gertrude Stein, ugye, aki a 1900-as évek elején nagy pártfogója volt az avantgárdnak, Picassónak és társainak, mecénása volt és gyűjtője. 1906-ban ült modellt Picassónak, méghozzá ahhoz a képhez, ami itt van a háttérben. Ennek a képnek nagyon érdekes a története, ugyanis, hát ezt többször leírták, a legenda is hozzáépül, de hát most már annyira megszilárdult a legenda, hogy másképp nem is lehet ismerni ezt a történetet. Szóval, hogy az történt, hogy 80 alkalommal ültette le Gertrude Steint Picasso, hogy elkészítse a portréját, majd a 80. alkalom után letörölte az arcot. És akkor Gertrude Stein elutazott valahova, mire visszajött, addig a kész volt a portréja. És aztán kiderült, hogy egy ókori maszkot használt föl, ami hasonlóságot mutatott Gertrude Stein arcával, ezt használta föl Picasso ebben a képben. Itt látható maga a festmény, és akkor itt van még egyszer ez a kép, amit Man Ray készített. Ugye 16 évvel későbbi arca Gertrude Steinnek, nagyon szerette ezt a képet, azt mondta egyébként, hogy ez az egyetlen igaz kép, amit valaha készítettek róla. Tehát elfogadta azonnal ezt a fajta képet. De hát látszik benne, itt látszik egy másik portré, amit a csodálatos Félix Valotton készítette róla, illetve még hoztam azért, hogy szoborban is meg van örökítve. Itt ez nem annyira előnyös, szerintem itt nem készült róla kép. Szóval a Ross Ellavit akartam megmutatni, de azt úgyis mindenki ismeri, meg ehhez találtam egy későbbi példát, ez elég.
ritka, később majd picit elő fog kerülni Anton Corbijn neve, ő készítette ezt a portrét Mick Jaggerről. Ugye Man Ray volt az, aki egy Charles Ratton nevű francia műkereskedő hatására az afrikai maszkokat is elkezdte beépíteni a munkásságába és a fotóiba. Itt van a Kiki de Montparnasse egyik képe, egy afrikai maszka, hát ezek elég gyakori ábrázolások lettek. Úgyhogy minden út a maszkhoz vezetett ebben az időben, itt magát Man Ray-t vonják be maszk készítéshez. Az igazi példa, amit Belting a maszk létrejöttével kapcsolatban hoz, az egy portugál művész, aki évtizedeken keresztül a saját arcával kísérletezett. Úgy hívják, hogy Jorge Molder. Egy lisszaboni művész, aki folyamatosan egész életében ezekkel a tükörszituációkkal, önarcképekkel, portrékkal és ezeknek a maszkszerűségével kísérletezett. Ugye Belting azt írja Molderrel kapcsolatban, hogy az ő esetében válik világossá az, hogy a portré mindig azzal kecsegtetett, hogy az ént megragadhatja, helyette mindig csak egy felület marad. Néhány évvel ezelőtt a Molder készített egy sorozatot a saját maszkjával együtt, és ezt állította szembe a saját arcával nagyon sokféle kísérletben. Van egy pár, egyébként nagyon jó dolgokat lehet tőle találni az interneten is, a különböző tükör, nagyon meglepő tükörkísérleteket folytatott a saját önarcképének a megteremtésére, és hát mivel évtizedeken keresztül folytatta, ennek már az időbelisége is elég rendesen benne van a képekben. Ezt a maszkszerűségre egy későbbi kísérletként találtam egy kanadai fotósnak, az Arnaud Max nevű kanadai fotósnak a munkája, aki 1980-ban készített egy sorozatot Joseph Beuysról. Az volt a sorozatának a lényege, hogy Beuysnak 100-szor kellett ugyanúgy behelyezkednie egy pozícióba, és 100 képet készített róla, és ezeknek az apró eltéréseiből áll össze a sorozat. És találtam egy jó fotót a Maxról. Tavaly halt meg. Még ez 2012, még tavaly készítette, halála előtt készítette ezt a fotót önmagáról. Az, hogy a maszk hogyan kapcsolódik össze az arccal, azt legjobban talán ez a Bruce Nauman festmény mutatja meg, vagy emblematikusan a legjobban ragadja meg, hogy a fotográfiában, illetve a portréban a fotó és a maszk, vagy az arc és a maszk hogyan tud egymáshoz kapcsolódni. Ennyi az egész, tehát ennyi a festmény, hogy a face betűit másik irányból írta föl Bruce Nauman, aki maga is sokat kísérletezett a saját portréival. Tulajdonképpen három nagy fordulatot ír le a portré történetében a 20. században Belting, vagy háromra utal. Az egyik a 20-as években, 20-as, 30-as évek folyamán az első menekülés a portrétól a film és a közelkép miatt. A második nagyobb menekülés az 50-es, 60-as évek a televízió miatt, és a harmadik nagy menekülés az a tömegmédia mai korszaka, amit így meghatároz ebben, és a maszk szempontjából fontosnak tart. Ezeket a meneküléseket, illetve kiútkereséseket nagyjából hasonló dolgok jellemzik. Minden esetben valamiféle önbizalommal telítődik a világ, illetve a fotográfia a portréval szemben, hogy valamit meg tud ragadni,
általa az énből, a világból, és ezeket, ezekben az időszakokban ezt az önbizalmat mindig az öndiagnózis kora váltja fel. Itt néhány példát hoztam a 20-as évekből. Claude Cahun-nek a portréit. Ő mostanában vált több egyéni kiállítással ismerté ez a hölgy, aki hát egy ilyen korai gendertudatos fotográfiával lépett föl, nagyon-nagyon érdekes kísérleti képekkel, ez a leghíresebb képe, amelyet aztán mostanában az utóbbi időben nagyon sokszor reprodukáltak is. Ő mindig is a saját arcával, illetve a saját identitásával kísérletezte végig a portrét, és próbálkozott a saját énjének a megtalálásával, és tulajdonképpen előre jelezte ezt a mai korszakot, amikor az én már szinte természetesen valamiféle folyamatnak a terméke, tehát az identitás csak egy ilyen mindennapi küzdelemben, vagy mindennapi munka révén érhető el. A Claude Cahun-nek a képein ez már megjelenik. Sokféle maszkkal, nagyon sokféle ilyen kép található róla. Az interneten is. Igazi maszkokkal, illetve egyéb festett maszkokkal. Aztán neki elég tragikus sorsa lett, ha jól emlékszem, hogy valahol a La Manche csatorna környékén egy szigeten éldegélt, és ott segítette az ellenállást, illetve mindenféle röplapokat szórt, aztán börtönbe került, a németek börtönbe vetették, és aztán ebből kifolyólag halt meg aztán a betegségében. Az egyik legismertebb mai fotós, aki ezekkel a képekkel, illetve Cahun-nek a képeivel és a maszkkal is foglalkozik, az Gillian Wiering nevű hölgy, akit abszolút egyértelműen középpontba állítja ezt a témát, és magát Cahun-t is megidézi, és parafrázisokat készít a munkáiról. Elég hátborzongató munkák, ezt most csak a 20-as évek továbbvezetéseként, illetve annak a fajta menekülésnek, vagy portrétól való maszkba menekülésnek az illusztrációjaként hoztam. A 60-as években a menekülésnek újfajta útjai voltak, ez egy illusztráció a 1966-os valamelyik adása a Twilight Zone-nak, a Alkonyati Zóna című horrorsorozatnak az Egyesült Államokban, amelyik ott nagyon-nagyon népszerű volt, és mindenki ismerte minden részét. Nagyon sok ilyen maszkos része van egyébként, tehát bábukkal, maszkokkal rendkívül sokat variáltak. És van itt egy művész, aki fiatalon halt, hát nem olyan fiatal, annyi idős volt, mint én, szóval viszonylag fiatalon halt meg, Ralph Meatyardnak hívták. Hoppá. Egy amerikai fotós volt, aki hát épp 1972-ben halt meg, épp akkor, amikor a nagy fotográfiai boom kitört az Egyesült Államokban, úgyhogy ő a sikerei csúcsán, vagy hát épp akkor, amikor befutott volna, akkor halt meg, de ő is azok közé tartozott, akit a Sarkovsky nagyon erősen proponált, és minden kiállításába berakott ezekkel egyébként nagyon kiegyensúlyozott életet élt, 3 gyereke volt, és nagyon boldogan élt, ezek a gyerekei, meg a felesége, akik bebújtak ezekbe az iszonytató maszkokba. És ezek a képek, hát főleg az előző, azért leginkább a két világháború közötti amerikai fotográfiára utalnak vissza, és annak a maszkos kifordításait jelentik. Tehát az akkori, tulajdonképpen Amerikában ideálisnak tekintett, vagy megtalált portréfotográfiának a kifordításai és átalakításai tűnnek. Ott van eredetiben Magyarország. Úgyhogy
még hoztam egy-két ilyen jellegű menekülős képet. Inge Morathnak egy egész sorozata van, egy egész könyve, aki egy grafikussal dolgozott együtt, és vele rajzoltatta meg ezeket a maszkokat. Illetve ennek a maszk továbbélésnek hoztam egy mai példáját, egy német hölgy nemrég kiadott fotográfiai albumából, úgy hívják, hogy Andrea Sunder. Sunder Plasmannak hívják, Andrea Sunder. Az a címe a kötetének, hogy lárva. És hát a saját arcát próbálja meg különböző állapotokban így lárvaként megmutatni, dekonstruálni tulajdonképpen, hiszen a másik eszköz erre a menekülésre az mindenképpen a dekonstrukció. Tehát lehet sorozatokban, időbeliségben gondolkodni a portréval kapcsolatban, ami dekonstruálja ezt a korábbi szintetikus vagy megtaláltnak vélt portrét, és lehet más dekonstrukciós eszközökhöz is folyamodni. És hát ennek része a maszk is. Ő festi is önmagát, maszkokat is készít, és a saját testét veti be, önportrékat készít. Tulajdonképpen ez a fajta menekülés, ami az elmúlt évekre vagy évtizedekre jellemző a portréval kapcsolatban, bizonyos tekintetben és Belting szerint is a megfigyeléssel kötődik össze. Mégpedig azzal, hogy a művészek, akik már nem bíznak azért annyira a saját, az önportréban, az önarcképben, tulajdonképpen megrendezik a saját portréjukat annak érdekében, hogy ne válhassanak, saját maguk ne vál, saját énjük ne válhasson a nézés tárgyává, a megfigyelés tárgyává. Érdekes egyébként ez a folyamat, mert hogy a 80-as években a festészetben a klasszikus portré azért újraéled. Ezzel szemben a fotográfiában ugyanez nehezen mondható el. Tehát az a fajta klasszikus portré továbbélés az nem lehet igazolni, azt hiszem, a fotográfiában. Hoztam egy érdekes példát még a 60-as évek elejéről, amelyik szintén emblematikus módon összegzi a maszkokkal kapcsolatos elképzeléseket, illetve az arckép és a Thanatos halál gondolatokat az arcképpel kapcsolatban. Ez Chris Markernek a híres fotófilmje, a La Jetée 1962-ből, ahol ugye a későbbiekre is nagyon erősen hatott ez a film, a 12 majom című film az ebből készült. Hogyha más nem is, akkor ezt lehet tudni róla. De hát ez egy óriási hatású film volt, nem rögtön, nem közvetlenül akkor, amikor elkészült, hanem valamikor a 80-as évektől kezdve egészen napjainkig folyamatosan erősödik a hatása. Ez a film egyébként, ami tényleg fotográfiákból áll össze, és csak néhány másodpercre mozdul meg a kép, tulajdonképpen a korabeli filmeknek, mint egy eszenciája, híres filmeknek, a Chris Marker által nagyon szeretett filmeknek az eszenciája, amerikai és francia filmeknek. Benne vannak Truffaut akkori filmjei, benne van Alain Renének a filmje, Godard, Cocteau, és amerikai filmek is, elsősorban a Szédülés, illetve találtam még egy érdekes fotót ebből az időből. Ez egy amerikai film, ami erősen kapcsolódik a La Jetée-hez. Ezt most leginkább azoknak mutatom, akik látták ezt a filmet, mármint a La Jetée-t. Szóval, hogy ott is arról van szó, hogy tulajdonképpen halálra van ítélve a főhős, akinek így bekötik a szemét és időutazást folytat. Ez pedig egy néhány évvel korábbi film, ahol egy gázkamrában kivégzett amerikai nő életét dolgozták fel, egy Barbara Graham nevű állítólag meggyilkolt egy asszonyt két társával együtt, és az ő életéről, illetve haláltusájáról készült egy film, amiben Susan Hayward játszotta a főszerepet, I Want to Live,
volt a címe, és ennek a képe, illetve fő jelenete az volt, ahogy ő meghal a gázkamrában, és kivégzik, és ennek a képe tulajdonképpen ugyanolyan maszkszerű, mint a Lajötében, vagy más hasonló képeknél. Bocsánat, itt most elmentem. Ezt csak azért hoztam be, mert Berting, akit majd elolvassa a könyvet, külön foglalkozik a Bertillon-féle fotográfiai rendszer kialakításával, illetve azzal, hogy hogyan lehet a bűnözőket beazonosítani. Ez éppen Barbara Grahamnek a beazonosítására szolgáló kép volt, és ebből vezeti le a 20. századi archívum és a fotó összefüggéseit. Ez megint a Lajöté. Itt csak hoztam két tulajdonképpen önkéntelen parafrázist erre, és igazából csak játékból hoztam ezt a kettőt. Az egyik Vető Jánosnak a 1975-ös képe, a másik ennél még sokkal jellemzőbb, ez a Stalter Györgynek a Manufaktúra című sorozatából származó képe, de ez tényleg csak kitérő. A Lajöté legfontosabb képei közé tartozik ennek az asszonynak, a nőnek, a vágyott nőnek a megjelenítése, és tulajdonképpen ez egy szoborszerű megjelenítés ebben, és nagyon erősen összekapcsolódik a nő alakja, a fotográfiája, illetve a szoborszerűsége. És ez a szoborszerűség ebben a filmben folyamatosan egybejátszik a tükörben való megjelenéssel, illetve az átlátszó felületeken való látással. Itt van két képnek az egymásba játszása a filmből, ez a szoborszerű nő alaknak a megjelenése, amely meglepő módon nagyon hasonlít egy 1970-es évekbeli magyar fotósorozatra, Jovánovics György Liza Viatruk című sorozatának gondolatiságára, ahol szintén egy szobor, egy valós szobor, egy gipszszobor játszik át egy nő alak vágyképébe, illetve képébe. Ez itt a Kempelen című kiállításon a Liza Viatruk valós megjelenése. Tulajdonképpen a fotográfia és a portré, fotográfiai portré és a maszk kapcsolatát nagyjából ennyiben tárgyalja a Berting, illetve ezek már jó részt itt a vége felé az én saját gondolataim, meg saját példáim voltak, de nagyjából idáig jut el, tehát hogy mindig arra kényszerítik a különböző egyéb technikai médiumok, illetve azoknak a nagyon erős képei arra kényszerítették a fotográfiát, hogy másfajta utakat próbáljon megkeresni a portréban. Tehát ő egyértelműen arra vezeti vissza, hogy a close-up megjelenése volt az, ami hatott a fotográfiára, és ezért kellett új pályákat keresnie, illetve hogy a televíziós képekkel a fotográfia nem tudott már versenyezni. Még sokkal erősebb ez a hatás, illetve ellenhatás manapság a tömegmédiumok korában. Azt mondja Berting, abból indul ki, illetve az a tézise a tömegmédiumok korával kapcsolatban, hogy a média társadalom, aminek a mai korszakot nevezi, folyamatosan arcokat fogyaszt, amelyeket maga állít elő. És hogy a természetes arc tulajdonképpen már eltűnt a nyilvánosságban a média arc mögött, és ebből a nagy mennyiség helyettesíti mindig az eredetit. Arcklisék jelennek meg a médiumokban, ezek képviselnek egy-egy személyiséget. Ez itt Kim Kardashian, akit tulajdonképpen nagyon nehéz megismerni. Tehát, hogy a portréjáról. Az a furcsa egyébként, én azt szoktam megfigyelni, hogy hogyan jelenik meg egy ilyen újabb és újabb prominens személyiség vagy celebritás a világban. Mindig úgy olyan módon jelenik meg, mintha már mindig ott lett volna. Tehát egy ilyen előképként szinte már mindig jelen volt, és olyan természetességgel tárják elénk a következő magazinban, vagy újságban, vagy a tévében, minthogyha nekem azt feltétlenül már mindig ismerni kellett volna, holott nagyon-nagyon felismerhetetlenek ezek a,
ezek az arcok, hogyha jobban belegondolunk. Ráadásul elég rendesen manipuláltak is. Beltén kitér ennél a tömegtársadalom, vagy a tömegmédiumok koránál az arckliségre, amikkel kapcsolatban már a 1960-as években, illetve már a 30-as években is elég komolyan utalt erre a Life magazin, amihez folyton visszatér Beltén. Szóval a Life magazinban már az elejétől fogva nagyon fontos szerepet játszottak a próbababák, illetve a bábuk, azoknak a képei. És volt egy nagyon híres kép, amit nem találtam meg az interneten, egy olyan átlagos arcot faragtak ki, egy olyan bábut, amire mindenkinek az arcképét rá lehetett vetíteni. És a Life magazinban ott volt egymás mellett Mussolini, Hitler és másoknak a képe, akik mindent rá lehetett vetíteni erre az egy arcra. Ezt ilyen metaforaként használja Belting is, hogy tulajdonképpen az arcok kiüresednek, és a mai tömegmédiumok korában is gyakorlatilag felületté, vetíthető felületté válnak, bárkit oda lehet vetíteni. Egy német kultúrantropológus, vagy filozófus is egyben berlini egyetemen tanít, Thomas Mahó volt az, aki faciale gesellschaftnak, azaz faciális, tehát arc társadalmának nevezi, vagy arcszerű társadalomnak nevezi ezt a korszakot, amiben tényleg csak ezek az arckliség léteznek. A Life magazinnak ez egy programja volt 36-tól. Tehát, hogy az arcokat középpontba állítani, és ezzel megragadni az eseményeket és a történéseket, aztán mondom, ezzel mutatja be, ennek a kudarcát mutatja be Belting azzal, hogy a Life magazinnak is föl kellett adnia. A legnagyobb eltérés, illetve a legnagyobb feszültség a portréban a prominens arcok és a tömeg arcai, az anonim arcok között van. Itt Robert Franknek 1958-as képén látszik ez, ahogy az anonim arcok kerülnek itt hirtelen középpontba. Azt mondja Belting, hogy ma már nincs kapcsolat a prominens arc és a tömeg arc között. Erre hoztam egy-két érdekes példát a mai magyar médiumok világából. Az M1-nek a reklámképét például, ami a tavalyi olimpia óta fut, ugye azt kérték, hogy ez is olyan, mintha mindig létezett volna, tehát hogy felhívást tettek közzé, amit senki nem látott, de már érkeztek be arcok, ami arról szólt, hogy az emberek, akik nézik az M1-et, azok küldjék be a képüket, és azt kirakják, és a nevüket, a keresztnevüket is odaírják mellé, meg hogy honnét való, hova valósiak. Ez tulajdonképpen nem más, mint hogy ezek a prominens arcok helyére hirtelen anonim arcok, hirtelen nevesíthető arcokká válnak. Egy kicsit problematikus volt nekem elsőre, amikor megláttam ezt, azóta már nem veszem észre, meg nem is nagyon nézem a tévét, de a olimpia alatt nagyon gyakran néztem, és hogy a nagyon problémás volt nekem, hirtelen így szembe csapott a dolog, mert hogy a mai tévévilágban és képvilágban a fekete-fehér fotó gyakran egyértelmű a színes világban a halállal. Tehát az újságokban, az interneten, hogyha az Indexen valaki híres sportoló, vagy a Nemzeti Sport online valaki meghal, akkor abban a pillanatban fekete-fehér portrét közölnek róla. Tehát ez a fajta portrékép fekete-fehérben egy ilyen furcsa asszociációt keltett bennem rögtön, és aztán találtam egy érdekes példát erre, talán az első ilyen példa, lehet, hogy valaki tud korábbit is. 1976-ban, amikor Mao meghalt, akkor a Tiananmen téren 49 óta kin van mindig Mao-nak a 6x6 méteres óriási képe, amit akkor arra a gyászszertartás idejére, illetve utána néhány hétre fekete-fehér képre változtattak, tehát újra megfestették. Az egy olajkép, minden évben újra festik, mert az időjárás széttépi, de hogy azóta is ott van, tehát minden évben azóta is újra festik a képet, mindig más egyébként, 4 verziója volt eddig, de ez egy másik történet.
Szóval, hogy én azt tudom elsőként, hogy fekete-fehérre akkor váltottak először ilyen képben. Na most ez itt valóban ez a prominens arcnak és az anonim arcnak az egymásban játszása, illetve ezzel próbálkozik. De hát tulajdonképpen ezek is csak maszkokként jelennek meg, hogyha a médiába kerülnek. Itt van egy másik példa, pár évvel ezelőtti plakátsorozatból, a Rosszabbul érünk, mint 4 éve című Fidesz plakátsorozatból. Itt volt ez a néni, aki mint az anonim arc jelent meg, akit aztán elég nehéz volt megtalálni. Tehát, hogy volt egy időszak, amikor előkerült, de hogy igazából hirtelen média személyiség lett belőle, de bárkiből lehet pillanatok alatt, most már nem is csak a Warhol-i értelemben vett média személyiség, hanem pillanatok alatt bárkiből bármi válhat. Most néztem például délben az internetet, az Indexen, ott volt tegnap előtt egy napra eltűnt egy debreceni tanár, és ma ott volt a fotója az Indexen az embernek, hogy megkerült. Tehát, hogy hirtelen arcot kapott ez az ember, aki tulajdonképpen, hát nem tudom, valami adósságai elől menekült egy napra el. Hihetetlen módon felgyorsult ezeknek a maszkoknak és arcoknak a felesleges termelése. Minden azonnal reklámmá és politikává válik, hogyha a médiumokba kerül. Itt ugye egy 90-es Fidesz plakát, ami Ungár Klárát hirdeti polgármesternek, és hát ez is nyilván már a régi maszkoknak a mintájára megy vissza, tehát ez is tulajdonképpen a film hőskorához megy vissza. Ez egy újabb példa, tehát ez nem olyan régi, de hát itt csak azt akartam megmutatni, hogy milyen klisékkel dolgozik a média, és hogy ez milyen régi. Ez a True Confession című film 1937-ből, annak a plakátja, a két férfi nő a megjelenítése. Nagyon érdekes fejlemény szintén a médiában megjelenő portrékkal kapcsolatban, hogy melyik arc válhat, melyik arc süllyed el, és melyik arc emelkedik ki. Tehát egyértelműen a prominens személyiségek arcai között is nagyon erőteljesen válogat a média, mégpedig hát a szépségiparnak a szempontjai szerint. Tehát itt két egymáshoz talán nem is mérhető tehetségi úszóról van szó, Risztovéváról, aki olimpiai bajnok, meg Jakabos Zsuzsáról, aki hát egy nagyszerű úszó, de olimpiai bajnok nem lett. Szóval a kettőjük közötti különbség, ugye míg Risztovéváról csak úszás közben olimpiai aranyérmet emelve látható kép, addig Jakabos Zsuzsáról gyakorlatilag divatfotók készülnek, és ez a divatvilág diktálja. Érdekes egyébként megfigyelni, hogy változik ezeknek az idoloknak a sora az elmúlt évtizedekben. Tehát, hogy hogyan válik a filmsztárok után, hogyan kerülnek elő aztán a sportolók, és hogyha ma megnézi az ember a világ legnépszerűbb női című listát, amit előszedtem, akkor, amit meglepő módon, Justin Bieber a 7. Szóval, hogy ez az internetes keresések alapján válogatták ki, és szóval, hogyha ott megnézi az ember, akkor gyakorlatilag csak énekesnőket talál. Az első 10-ben 5-6-7 énekesnő van, Madonna, Lady Gaga, meg a többiek. Az, hogy ennek a maszkszerűsége mennyire átlátszó, azt egy nagyon egyszerű példán tudom megmutatni. Tehát, hogy gyakorlatilag egész műsorok, meg egész világok, tévés világok épülnek arcokra, és csak azok viszik el őket, miközben azzal hirdetik ezeket, hogy bárkiből lehet arc.
bárki valamivé válhat, de hát ezeket a fiúkat, ezeket ismeretlenként fogjuk elfelejteni, tehát hogy ezek nem olyan típusok. Néha van egyébként olyan, hogy az arcok hirtelen azért, mert kilépnek ebből a világból, ezért hirtelen elvesztik maszkszerűségüket, és hirtelen lehullik róluk a maszk, amikor így elhibázzák a reklámot. Tehát, hogy kilépnek hirtelen, nem tudják úgy megcsinálni, hogy nem képesek annyira a reklám nyelvén, vagy a média nyelvén gondolkozni, és ezért hát ilyen furcsa képek kerülnek elő, amikor nincsen stylist, nem tudják az arcokat és a maszkokat kellőképpen kifaragni. A maszkokra hoztam még egy érdekes példát a médiumok működésére, illetve vágásaira. Orbán Viktor képe, nagyon érdekes sort lehet megfigyelni egyébként Orbán Viktor, mint arc, mint maszk változása, hogyha az ember mondjuk lekéri a Der Spiegel anyagát 2010-től fogva, Orbán Viktorra rákeres, és ott a képeket egymás mögé rakja, hogy hogy jelent meg 2010-től a választások megnyerésétől fogva Orbán Viktor a német médium, ebben a német médiumban, és elképesztő dolgokra bukkan, tehát hogy hogyan alakítja teljesen észrevétlenül, nyilvánvalóan ezek régi mechanizmusok, meg nagyon sok példát lehet rá mondani, de mégiscsak szinte észrevétlenül hogyan alakítja a német média is a saját nézetei szerint, vagy hát a saját ítélete szerint ezeket a képeket. Itt van ugye a magyar médiumokban megjelent kép, háttérben a piros-fehér-zöld zászlókkal. Ez itt a Guardiannek a képe, amely egy hasonló jellegű eseményen készült. Itt ugye már erősen játszanak a kiválasztással, illetve hogy a maszknak melyik fajtája legyen. És hát itt van az igazán kemény, ez a Spiegelnek az egyik legutóbbi cikkéből való, ami ugye egy nagyon-nagyon brutális beavatkozás. Itt a Guardianben lehet még látni, hogy egy pici zöld ott a vállánál van az ászlóból. Tehát, hogy egy picit még belevágtak. Itt csak a piros-fehér látszik, illetve a galériából egy kis fekete. Ez Németországban egyértelműen a náci színkombináció. Tehát, hogy egyértelműen valamilyen autoriter rezsimek kiépülése, nem tudom, Közép-Európában azt hiszem ez volt a címe a cikknek, tehát egy nagyon keményen didaktikus képé emelték. Persze az arcok azok már nem csak a médiumok és a maszkok révén változnak, hanem önmagukban is. Ugye erre egy nagyon jó példa Michael Jacksonnak az arca, amelyet önmaga alakították, illetve volt 2004-ben az MTV-n egy nagyon furcsa verseny, az volt a címe, hogy I want a famous face, hogy szeretnék egy híres arcot, és akkor azokról az emberekről szólt, akik átoperáltatták magukat valamilyen híres emberré arcukban. Tehát ez abszolút igazolása ennek az elméletnek, hogy az arc maszká változik, és bármikor változtatható lesz. Itt még hoztam, itt van, ezt elfelejtettem az előbb ezt a képet bevetíteni, ez volt benn akkor a Life magazinban. A 69-es számban, aminek a címlapján az a halott katona volt. Érdekes egyébként ennek a története is, hogy hogyan gyűjtötték akkor össze ezeket a képeket. Tehát akkor el kellett menni a rokonokhoz, mindenkihez külön, és nagyon komoly kutató munkával kellett ezeket összeszedni, ezeket a képeket, és azokat belerakni, akik ezt odaadták. Kicsit ugrok. A 60-as években az egyik legfontosabb fotósa a Life magazinnak az Gordon Parks volt,
aki nem csak az életet és a világot fotózta, hanem emellett a művészeket itt is. Itt van egy Giacometti portréja. Azért hoztam ezt a képpárt, illetve Gordon Parksot példaként, mert hogy az elmúlt években a divatteremtő fotósok, akik meghatározó trendet képviselnek a sajtófotóban, nagyon gyakran játszanak a művészi maszk képzéssel. Erre hoztam néhány példát. Az Anton Corbijn Henry Rollinsról készült képe ilyen. Illetve egy nagyon az utóbbi éveknek egyik meghatározó fotósa, a Terry Richardson képein érhető még ezt tetten. Ugye Terry Richardsonról annyit lehet tudni, hogy akit ő lefotóz, az híres, vagy szóval csak az lesz híres, akit ő lefotóz. És nagyon furcsa eszközökkel él. Itt van egy Terry Richardson portré. Dennis Hopperről, aki tényleg nagyon szerette magát fotóztatni, meg fotózni is nagyon szeretett. Itt van ezek a Sting-el látható együtt maga Terry Richardson, és itt látszik, hogy már a pillanatfelvétel, a gyenge kép, a szexuális tartalom, minden eszköz be van vetve ezeknek a média arcoknak a létrehozására, illetve a saját arcnak a megteremtésére. Itt a másik hasonló jellegű, még jobb példa talán, a Rankin nevű fotográfus, aki szintén ilyen hírességek fotózásában utazik, aki érdekes módon készített egy Lersky ommást tulajdonképpen. Híres emberekről készített el maszk képeket. Ez a, nem is tudom, nagyon mostani képekről van szó. Jop, ez nem jó. Akkor kicsit tovább megyünk. Lady Gagához. Az pedig pont jó lett volna, akkor Lady Gagát kihagyom, mert az igazából az, hogy a képér lett volna érdekes, amit nem játszik le. De Lady Gaga változásait akartam egy kicsit bemutatni. De tulajdonképpen a maszkjainak az átalakulását, amíg ez a teljesen Lady Gaga például tökéletes példája annak a felismerhetetlenségnek. Tehát az ő arca szánt szándékkal is nagyon gyakran felismerhetetlenné válik. Nekem a Szabó Benke Robinak a maszkjai jutottak eszembe róla. Érdekes gondolatmenete van még ezzel a média, tömegmédia jelenlétével és a tömegmédia erejével kapcsolatban Beltingnek, aki természetesen Warholhoz és Marilyn Monroehoz vezeti vissza a fotográfiai portrénak egy változását. 1962-ben készítette el Andy Warhol a Marilyn Monroe halála után ezt a képet. És hát ebből kiindulva elemzi, ugye ez a Niagara című filmhez készült képből rakta össze Warhol a saját képét, és ebből kiindulva elemzi azt, hogy tulajdonképpen a prominens arc éppen annyira arctalan, mint a tömegarc. És azt mondja Belting, hogy tulajdonképpen ez egy maszk, ez a tömegarc, vagy ez a prominens arc is épp annyira maszk, és ami mögött már nem is keresünk semmiféle arcot, mert hogy ez a maszk már nem rejt el semmit, hanem megmutatja, amit már egyébként is ismerünk. Tehát ilyen előképeket mutat meg, a korábban már ismert képeket tudjuk kihámozni ezekből a maszkokból. És Warholnak igazából az volt a trükkje, hogy ezek a médiumok, amelyek eluralták az életünket, már akkor is az amerikaiakét, ezek tulajdonképpen egy ilyen felületet adnak, ahova ezek a maszkok kivetíthetők. És Warhol taktikája az volt, hogy ezt a felületet tette láthatóvá
ezzel a Marilyn Monroe portréval, illetve később másokkal, többek között Mao portréjával, azt a felületet, ahol ezek az arcok test nélkül váltják egymást. Tehát nem véletlen, hogy ebből csak arc maradt meg ezekből a Niagarához készült reklámfotókból. Hát ezeket most kiadjuk már. Ezt a jelenséget akartam még egy kicsit körüljárni a maszkkal kapcsolatban, az úgynevezett selfie-nek a jelenségét, ami hát mostanában nagyon népszerű lett, és a prominens arcok és a tömegarcok közötti átmenetet mutatja meg, illetve azt, hogy a prominens arcok is mennyire maszkszerűek, és mennyire átmennek ebbe a játékba. Itt az egyik ilyen híresebb selfie portrét láthatjuk, a Steve Martint és a Tom Hanks-et, akik itt magukat fotózzák, illetve egy ilyen selfie-t készítenek a Tom Hanks magukról, mint hírességekről. Ugye maguk a hírességek kezdenek el tömegarcokként viselkedni egy csomó esetben. Megpróbálják eljátszani ezt. Vagy a népszerűség kedvéért, vagy csak játékból. Itt van még egy ilyen selfie kép, ezt is, ha beüti az ember, hogy selfie, rengeteget talál hasonló jellegűt. És ez pedig egy meglepő fordulat, az, hogy mennyire követi le mondjuk a múzeumi intézményrendszer a selfieknek a sorsát. A MoMA-ban volt egy kiállítás, amelyben tükrök voltak elhelyezve, és selfieket lehetett készíteni azokban, illetve megjelentek maguk a selfiek is ezeken a képeken. Tulajdonképpen azt is jelzik ezek a selfiek, hogy egy nagyon érdekes jelenséget, hogy mennyire normalitásával vált ez a mediális tudat. Tehát ez a maszk tudat mennyire normalitássá vált már a mi életünkben is. Ugye erre a legjobb példa az szokott lenni, hogy az emberek ma már leginkább oda szaladnak, hogyha valaki kamerával jelenik meg valahol, és oda gyűlnek, és valahogy próbálnak belekerülni a képbe. Régebben ez nem feltétlenül volt így. És hogy ez a nyilvános grimasz, meg a különböző megrendezett képek a kollektív identitás teremtő módszerré váltak. Az egyik német szakíró ezt úgy fogalmazta meg, hogy mindenki egyre inkább színész lesz. Tehát, hogy a tömegarcok megpróbálnak egyre inkább közelíteni a prominens arcokhoz és színésszé válni. Erre hoztam egy saját példát, hogy amikor milyen furcsán tud az ember odaállni, és van egy kakukk tojás a képen, ez a diákjaimmal állunk egy kiállításon, és a jobbról a harmadik hölgy az fotomodell. És nagyon érdekes, hogy mindenki kacskán bénán áll, és néz, és valami furcsa tekintettel, és utána meg is beszéltük vele, hogy ő egyszerűen nem is tud már másként állni. Tehát egyszerűen, hogyha a kamera elé kerültak, abban a pillanatban ő úgy, igen, felveszi ezt a pozíciót, és ő úgy néz ki, ahogy ki kell néznie. Hoztam ezzel kapcsolatban egy videót, amit... Jó. Ami tulajdonképpen pontosan mutatja meg ennek a selfie-nek a lényegét, illetve a prominens arcok és a tömegarcok közötti maszk átmenetnek a lényegét. A Carly Rae Jepsennek a Call Me Maybe című számát fogjuk most megnézni. Illetve ennek egy változatát, nem tudom, hogy ezt a gyerekeim mutatták nekem, a Selena Gomez és a Justin Bieber, tehát az összes ilyen fiatal tini sztár ott hülyéskedik, és egy ilyen kamerának, hát Instagramnak, vagy nem tudom minek játszanak. Jó a zené. Végül is a kép az lényegesebb. Tehát, hogy ezek a nagyon-nagyon híres arcok hirtelen átváltanak
vagy úgy tesznek, mintha ők normális parti arcok lennének. Nem véletlen az sem, hogy az ő... Hát azt nem menni, hogy többet nem érdemel. De ez a folyamatos grimaszolás abszolút emblematikus az egész képsor, a mai Facebook selfie portré világgal kapcsolatban. Tehát ezek valóban a világ leghíresebb emberei, mondjuk három ezek közül. Mindjárt megmondtam. Azok. Szerintem már mindent láttunk. Hoztam még néhány. Mert ezek képtelenül lelőhetetlenek. Ez megmozdulni. Igen, azt nem. Akkor vége lenne azt hiszem az egész felépített dolognak. Hoztam egy pár fotót, hát inkább most ebben már nem megyek bele, mert elég előre haladott az idő, néhány szép fotócskát, de ezekkel most nem kezdünk semmit, hanem még egy témát akartam mindenképpen a művészek önportréjával kapcsolatban itt bevetni, és ez pedig a Kívültágos című projekt, amit két volt diákommal, Kacsika Marcival és Kozma Eszterrel közösen csinálunk a műcsarnok előtt. Ennek az a lényege, hogy minden héten felkérünk egy képzőművészt, hogy álljon ki a műcsarnok elé, és mutassa meg magát, vagy valamit, amit csinál. És hát ez most már mindjárt vége lesz, egy évig, azt gondoltuk, hogy egy évig fogjuk csinálni, és január elején kezdődött, most lesz vége. És nem volt meghatározva semmi a művészeknek, hogy mi az, amit ott kell tenniük. A minimum egy portré volt, vagy azt szerettük volna, hogy egy portrét készítenek, vagy készül róluk, a maximum egy valamilyen performance vagy akció volt. Mindenki más verziót választott ebből, és minden egyes alkalommal az még lényeges, hogy egy fotográfust kértünk föl, aki ezeket a képeket elkészítette. Tehát tulajdonképpen a fotográfus és a művész együttműködéséből keletkezett gyakran egy-egy portré. Azért hoztam ezt példaként, vagy egy pár példát azért hoztam ebből a sorozatból, mert hogy a művészek közül többen is a maszkszerűséggel vagy a maszkkal kezdtek valamit. Maszk gondolatával, vagy ez tudatossá vált ez a maszk dolog, és ebben is valamiféle menekülési útvonalat látok igazából. Nem feltétlenül a portréval kapcsolatos menekülési útvonalat, hanem inkább a jelenlegi, a művészek jelenlegi közérzetével kapcsolódik ez össze, és a maszknak ezzel a fajta lehetőségével, amire egyszerre feltár és eltakar. Úgyhogy a művészek közül többen is voltak, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Volt, amikor a fotós élt vele, itt a Kaulics Viola a Karas Dáviddal áll, és akkor azt a stencilt, amit a Karas Dávid használt, azt tette az arca elé, és így maszkolta ki magán. De hát volt itt még a James Bond szerepébe bújó Kokes Ádám, aki szintén egy ilyen maszkszerűséget visel. Van, aki persze egész életében, művészi életében ezt a maszkot hordja. A Szombati Bálint
erre a valóban tényleg erre a maszkszerűségre játszott rá, vagy a maszknak erre a megtévesztő voltára. Ugye ő tényleg nagyon hasonlít a David Byrne-re, és gyakran kérdezik tőle az utcán, vagy angolul szólítják meg, hogy és akkor ezzel a kis gesztussal a Petendi Szabó Péter fotóján jelenik meg demaszkírozva. Itt a legutóbbi, a Igor és Iván Buharov, szintén egy ilyen maszkszerű, tiltakozó, elbújó gesztussal, vagy feltáruló és elbújó, egyszerre feltáruló és elbújó maszkszerű megjelenítéssel mutatkozik meg. Azért érdekesek ezek a képek nekem, mert vagy azért tűnnek egy kicsit emblematikusabbnak, mert hogy félúton vannak a művészfotó, illetve a mű között. Tehát, hogy ezek nem lehet egyértelműen meghatározni a műfajukat ezeknek a képeknek. Tehát nem tekinthetők egyértelműen portréknak, hiszen ilyen portré műfaj nincsen, meg értelmetlennek is tűnik, hogy valaki kiáll a műcsarnok elé, és ott portrét áll, portrénak modellt áll. De ugyanakkor meg nem is mű. Tehát, hogy ez még a határon innen van. Nem is igazi fotós munka, mert hát ez egy megbízásos munka, fotós társalkotóként van jelen. Tehát egy nagyon-nagyon köztes mezőben mozog ez az egész műfaj. Erre közben jöttem rá, tehát ez nem tudatos döntés volt, hogy ebből ilyen műfajelméletet lehet csiholni. De akkor is az az érdekessége számomra most már ennek a projektnek, és egyre tudatosabban az, hogy ezek között, a műfajok között, ezen a furcsa senki földjén, ebben a lebegésben, azt gondolom, hogy egy csomó minden magával a portréval és magával a fotográfiával kapcsolatban is kiderül. És vannak, akik nagyon tudatosan játszottak ezzel a portréval. Én ezt annyira nem szerettem egyébként, ezt a képet, a Szabó Dezsőnek a képe, mert nagyon-nagyon direkt kép. Ezt a Vékony Dorottya fotózta ezt a maszkot, a Darth Vader maszkba bújt Szabó Dezsőt. Voltak művészek, akik direktben, frontálisan mutatták az arcukat, és ezzel játszottak. Ilyen volt például Horváth Tibor, akinek most nem hoztam el a képét, aki kitakarta a műcsarnokot. Tehát egy ilyen nagyon furcsa megmutatkozással, közben pedig eltüntette azt a helyet, ami igazából az ő művészetének a helyszíne, illetve a saját intézménye lehetne. Még itt hoztam záróképként egy-két képet. Ez a Vékony Dorottyának, aki csak így asszociatíve jött hozzá. A szerintem legjobb sorozata, amikor ilyen kutyás zacskókat ráadott emberekre, és azok hát kutyaként viselkedtek, vagy felkérte őket megrendezett fotókon, hogy kutyaként viselkedjenek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egyik legpontosabb megfogalmazása annak, amit a Belting gondol a maszkokkal, illetve a portréval kapcsolatban, de azért még így zárásként még nem ezt, hanem egy szép magyar munkát akartam még, hogy bezáruljon a kör 1979-ből a Türk Péternek az osztályátlagát még ide akartam rakni, mert hogy hát ebbe az irányba is nagyon erőteljesen folytatható, tehát tulajdonképpen akármikor egy sok órás anyagot lehetne összerakni a magyar fotográfiából a hasonló tematikában és hasonló gondolatokra építve. Úgyhogy nagyjából itt fejezném be nyitva hagyva. Köszönöm szépen a figyelmet! Nem tudom, ha hogy ilyenkor szokott-e kérdés lenni, vagy nem.
vagy ellenvetés. Fölhívhatjuk Hans Beltinget. Szívesen megmutatom még ezt a Mao képet, hogyha előkerül. Gyorsan. Na, ez a kép maga. Mao Tse-tung, ahogy kint van a falon, és ezek a változások, ahogy változott Mao arc. Egyébként ez is a Belting kötet inspirációjára volt, tehát a Belting foglalkozik ezzel a Mao képpel, illetve vannak a különböző jelentéseivel. Csak ezt most nem akartam külön előszedni, mert nagyon tág, ez még tovább tárgyalná dolgot. Tehát, hogy itt látható, hogy hosszú évtizedeken keresztül nem nyilatkozhatott az a festő, aki ezeket festett. Tehát a 49-től 76-ig ugyanaz az ember festette, és 76-tól napjainkig szintén egy másik. Tehát két ember volt, aki ezeket festette, évente újra és újra. És igen. És van egy bizottság a kommunista párt mellett, akik döntenek arról, hogy milyen legyen a kép. Tehát, hogy ez egy nagyon szigorúan meghatározott. Tessék? Abszolút kánon, és hát azért például az kiderült, hogy egy nagy döntés volt, hogy az utolsó képen két füle látszódjon Maónak, mert hogy jó, akkor már abban az időszakban hangsúlyozni kellett, hogy jobban odafigyel a kínai nép problémáira. Na, mindjárt kikeresem ezt a képet. Hát itt még Chiang Kai-shek. Igen. Sztálin is kín volt egy darabig. Na és itt van a kép, tehát hogy itt fekete-fehérben van 76-ban a képe Maónak. Tehát ott festettek egyet évközben még fekete-fehérben. Mint látszik talán jobban, hogy amit a még a halotti szertartást tartott, addig fekete fejében mutatták. 82-ben járt Warhol Kínában. Akkor már elkészítette, 10 évvel korábban készítette a Mao. Tényleg voltok? Tessék? Tényleg voltok? Igen, igen. Igen, tehát ez egy nem Photoshop. Nem, van egy csomó kép róla a mindenhol, a kínai falnál. Meg. Ott vannak a kis sérülés. Hát azokat nem látjuk. Ja, az ő képén nincs két füle, tehát hogy az még a korábbi verzióról készítette. Utána változtatták meg. Hogy ezt feltételezett, hogy holnak szántod a lisztalon? Nem, ezt a festő nyilatkozta. Tehát amikor már nyilatkozhatott a 90-es évek közepétől kezdve, akkor mondta el, hogy a határozat így szólt. Tehát, hogy ez komoly volt. A színe, sokkal igen. Ez sokkal közelebb áll a halálhoz is két füllel. Tessék? Sokkal közelebb áll a halálhoz is két füllel. Hát, igen. De azt még akkor nem tudtuk. De nem az, azért, mert úgy említeljük meg. Tehát aki fél profilban van, az egy koporsodó népi szerált. Hát ezt nem tudom, ezt szerintem a központi bizottság nem is gondolta. És mitől fotószerű a festmény? És hát volt a megrendelés, hogy ő elfelesen mutatok? Nem, hát fotóról kellett készítenie. Minden egyes alkalommal kicsit módosítottak rajta. Tehát lágyítottak a szemölcsöt, eltüntették jobban az állán, vagy nem. Tessék? Az utolsó képen akkor állítom el a balézet, ami az első képen nincs. Abban a négyes sorban. Négyes? És azért jutott eszembe, hogy az a négy fekete fejében, hogy ez nagyon krom. Itt van a legtöbb, milyen az első képen tényleges részszerű. Harmadékban is ott az árnyék, csak egy kurva. Hát, de valahogy egy kicsit azt mondja, hogy mindig fest részszerű, és az utolsó tényleg olyan nagy. Még ebből a szempontból is.
Hát itt az elején ugye a jövőbe tekintő vizionárius. És fogasint. Fejlődött a művészet. Igen. Hát azt nem hiszem, hogy nagyon a művészetet lehetett itt kifejteni ezen a területen. Nem sok szabad területe volt annak az embernek. Tehát jó pár évvel korábbi fotókról készítették mindig. És aztán hát az az érdekes benne, hogy 76-ban megtartják ezt a képet. És ott van ma is megdöbbentő módon. Ugye 89-ben kellett még egyet festeni. Egyébként azért festmény, tehát fotó lett volna eredetileg, csak nem tudtak még 49-ben akkorát nyomni, és ezért festeni kellett. És ezért kell minden évben újra festeni, mert megázik. És a Magyarországi Május első felvonulásokon látott szobor ilyen poszterek, azok volt készítettek. MT. Az MT. Hát azok későbbiek. És nem volt. Ott voltam egyszer, amikor ki volt a teljes Fény utcára terítve négy csíkban egy méter tizet tudtak nagyítani, és 6 méter vagy 8 méter hosszú. És abból adták vissza a licenciát. Na ez a festő, ez a mostani festő. Kicsit hasonlít. Na itt van, tessék. Na, akkor ez még festmény volt, tehát ez a 49-es magyar-olasz meccsen a disztribűn. Egy-egy lett. A főiskolás festményeket a Pass János is festett május elsőjére egy ilyet. Nem. Igen. Egyszer Pesten járt a Boskovics Miklós, a firenzei professzor, művészettörténész professzor, és ő mesélte, hogy fiatal korukban nekik is kellett festeni, és hát ő együtt járt a Lakner Lászlóval, és hogy mindig a Laknerre bízták Rákosit, mert Lakner az a legnehezebb kopasz embert festeni, úgyhogy a Lakner csinálta mindig a Rákosit. Hát akkor még gyerekek vagy, elég fiatalok voltak. Most talán már egy eredeti Laknert értem. Hát itt ezt még nem ő készíthette, itt még nagyon kicsi volt a Lakner. Ebben az időben Maros Ánártársat ismertem fel itt a tisztítom, mert másokat nem. Ott a harmadik. Nem biztos, hogy embert fogják ismerni. Na, úgyhogy hát Mao-val zárjuk akkor. Mert Csánkás seket negatívban. Ez egy érdekes fotó egyébként. Ez egy elég ritka. Valódi, elég ritka. Hát ők szövetséget kötöttek 30 valahányba, és akkor 45-ig együtt harcoltak. Azért én tanáskodnék a valódiságában. Nézd meg a... Persze, azok össze vannak mondtálva. Nem. Nem. Jó. Nem volt az. Annyira ellentmond például a Csánkáseknek a túlsó vállal is, az így nem állhat kínai. Hát ezt a kínai kommunista pártal közöljétek. Lehetősen foglalkozunk meg.